Köszönöm a szót. Mindenek előtt engedjék meg, képviselőtársak, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki jelenleg is a munkájával a hátán cipeli ezt az országot. Önök nincsenek közöttük, teszem hozzá, mert önök nem az országgal foglalkoznak, hanem saját magukkal, és nem is akárhogyan. Tudják, előttem van az a videó, amit nemrég a miniszterelnök osztott meg a Facebook oldalán. Ezen a videón az látható, hogy a miniszterelnök saját magát nézi egy tükörben. A tükörre Orbán idézetek vannak írva, azzal a felütése, hogy ezek Magyarország törvényei. Azért mennyire beteg jellem kell már ahhoz, nem? Hogy valaki a saját idézeteit nézegesse egy tükörben, mondvá, hogy ezek az ország legfőbb törvényei. Az az ország legfőbb törvénye, hogy minden meccs addig tart, ameddig nem nyerünk. Vagy csak az a miénk, amit meg tudunk védeni. Nagyon szép gondolatok. De higgyék el, sokkal hamarabb kilábalnánk a válságból, ha erre a tükörre az lenne ráírva, hogy ne lopj. Ne csaj, ne hazudj, ne vedd el azt, ami a másé, ne stadiont építs, hanem kórházakat, ne urizálj, amikor a nép nyomorog. Ehelyett a miniszterelnök kitalálja, hogy így a válság kellős közepén itt az idő repülőteret építeni felcsúta, hogy lehetőleg bár a kert végéből elszálljon önmagától, a Maldív-szigetekre, vagy Dubájba, vagy Üzbegisztánba, ugye felavatni az első üzbég-magyar krumpli kutatóintézetet. Mert hogy akkor, amikor ebben az országban tízezrek halnak meg a kórházakban, százezrek veszítik el a megélhetésüket, meg a fizetésüket, akkor önöknek az a legfontosabb, hogy kikutassuk az új krumplit Üzbegisztánban. Gratulálok! Képviselőtársak, a hazai már nem jó? Hazai krumplival már nem tudnak választást nyerni? Ilyen rosszul állnak? Ekközben idehaza 67 milliárd forintért rendeznek vadászati kiállítást. Az országos mentőszolgálatra. Egész évben költ a kormány 52 milliárd forintot, de arra, hogy bemutassuk Semjén Zsolt hobbiát, arra simán elverünk 67 milliárd forintot, plusz több 10 millióért építenek szarvas agancsból kaput, mondván, hogy majd ez fogja kifejezni a nemzet egységét. Hát leszem megáll, képviselőtársak. Tudják, mi fejezni ki a nemzet egységét? Az, hogyha ez a kormány végre visszamenőlegesen megadná a bajba jutott melósoknak, vállalkozóknak a 80%-os bértámogatást, ha megemelnék az álláskeresési járadékot, ha féken tartanák a végrehajtókat, ha végre az egészségügyi dolgozók minden anyagi segítséget megkapnának a küzdelemhez. Na ez jelentené a nemzeti egységet. De nem, önök 52 milliárdot költenek el életmentésre, 67 milliárd forintot meg arra, hogy szarvas agancsokat mutogassanak. Hát már ne haragudjanak, de ennyire elcseszett kormány ennek az országnak még nem volt. És ezt nem csak én mondom, félreértés ne essék, de a Fidesz egyik alapító tagja maga ismerte el, hogy se a miniszterelnök, se a tisztifőorvos nem alkalmas arra, hogy kezelje a kialakult helyzetet, és igaza van. Igaza van. Vagy az önök szerint normális, hogy Müller Cecília bemelt a köztévébe, és arra biztathatja a magyarokat, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy megfertőződjenek. A miniszterelnök meg két napra rá bemegy a közrádióba, és azt mondja, hogy fogadjuk meg, amit Müller Cecília mond, mert ő aztán tudja, hogy mi az igazság. Vagy önök szerint az normális, hogy a miniszterelnök a járvány kellős közepén kórházat zárat be Budapesten, azért meg kell neki az ingatlan? Vagy az normális, hogy miközben magyarok százezrei várnak oltásra, aközben önök Pfizer vakcinákat adnak át más országoknak? Vagy az rendben van, hogy miközben az egészségügyi dolgozók most már naponta küldik a segélykiáltást, hogy baj van? Kásler miniszter belehazudja a képünkbe, hogy az egészségügy annyira erős, hogy meg sem rendültünk. Hát persze, önök nem rendültek meg, azt látom. Rendületlenül urizálnak, dőzsölnek, élvezik a Maldív-szigeteki meleget, közben meg nagyképűen alázzák azokat, akik önök helyett működtetik még ezt az országot. Önök elérték azt, hogy egyetlen nap alatt 5500 egészségügyi dolgozó meneküljön el a kórházakból. Akik megmaradtak, azokat önök nagyképűen leinasozzák. Ezt érdemlik ezek az emberek? Azok az emberek, akik egy nappal átéve mentik az életeket? Vagy a tanárok azt érdemlik, hogy a kormány beléjük álljon csak azért, mert szerettek volna időben oltáshoz jutni, hogy védetten fogadhassák a gyermekeinket az iskolákban? Ezt érdemlik a tanárok? Nézzenek meg egy kicsit magukba. Önök páros lábbal rúgnak bele mindenkibe, aki önök helyett életben tartja ezt a hazát. Önmagukkal viszont annyira elégedettek, de annyira, hogy milliós jutalmakat szavaztak meg saját maguknak. Önök milliós jutalmakat tettek zsebre azok után, hogy ebben az országban meghalt több mint 20 000 magyar. Közel 500 000 honfitársunknak már nincs állása. Több mint 2 millióan nyomorognak a létminimum alatt. A vállalkozások naponta jelentenek csődöt. Az árak elszabadultak. De ezek önöket mind-mind nem érdekli. Nem érdekel. A lényeg, hogy épüljön a szarvasagancskapu, meg kutassuk az üzbék krumplit. Minden más meg majd idehaza elintéznek az inasok, ugye? Erről van szó. Képviselőtársak, ezek után egyetlen egy kérdésem maradt. A miniszterelnök ott a dolgozó szobájában hogy tud még egyáltalán tükörbe nézni?